Sziasztok! Ezen a videón a második prezentáció gyakorlás feladat megoldását fogom bemutatni. Először is le kell tölteni magát a fájlt, rákattintok a jobb felső sarokában levő pipára, letöltöm, mondjuk az asztalra. Pár másodperc múlva letöltődik, megnyitom, beállítom, hogy a szerkesztést engedélyezze, és már is kezdhetem megoldani a feladatokat. Először is egyszínű halványsárga hátteret kell a bemutató mindegyik diájára alkalmazni, tehát tervezésmenü, háttér formázása, egyszínű kitöltés, és itt a színek között kiválasztok egy halványsárgát. Oké, és alkalmazom ezt a beállítást mindegyik diára. Már készen is vagyunk az első feladattal. A második, hogy a diák tetején levő zöld téglalap kitöltő színe legyen szürke. Mivel ez minden dián ott van, ebből már sejthetjük, hogy ez a mintadián keresendő. Nem is tudunk itt az egyes diákon rájuk kattintani. Emiatt a nézetmenü és dia minta parancsot kell választani, és itt is kiválasztani a legelső diát, ahol ezt a zöld téglalapot fogom tudni szerkeszteni. Rákattintok a zöld téglalapra, jobb egérgomb, és a kitöltésnél kiválasztom a szürkét, hiszen ez volt a feladat. A harmadik feladat, hogy az előző pontban megadott téglalapot válassza el egy vízszintes vonal a dia többi részétől, tehát ide most alulra, ahol van mutatom, be kell raknunk egy vízszintes vonalat. A beszúrás menüre megyek, kiválasztom az alakzatokat, és kiválasztom a vonalat. És itt a bal alsó sarkában fogom kezdeni húzni, és egészen a jobb alsó sarkáig húzom, ott fogok egyet kattintani, és ezzel kész is a vonal, de most inkább megnyomom a Shift-et is, és a Shift lenyomásával együtt húzom meg ezt a vonalat, mert így biztos, hogy vízszintes marad végig. A Shift nyomva tartása kényszeríti arra a PowerPointot, hogy vízszintes vonalat húzzon. A végére értem, elengedem, már ott is a vonal, most már csak annyit kell csinálnom, hogy a körvonalak között kiválasztok egy bordó színt, tehát a körvonal színek között kiválasztom mondjuk a bordót, legyen ez a bordó, azt mondom, hogy oké, okay, és a feladat azt írja elő, hogy 6 pontos vastagságú legyen, tehát itt a körvonal lenyíló nyilára kattintok, és vastagság 6 pontos. Már készen is vagyunk a negyedik feladattal is. Ezután a városi tévé feliratot arialra és fehér színűre kell állítani, tehát belekattintok a téglalapba, kijelölöm a városi tévé szöveget, kezdőlap, a betűtípusnál kiválasztom az arial betűtípust, és kiválasztom, hogy fehér színű legyen. Ötödik feladat kész. A hatodik feladat, hogy a mintadián állítsam be a címek 40 pontos méretét és félkövér stílusát. Tehát mintadia, itt van a cím szövegdobozt kijelölöm, félkövérre állítom, és 40 pontosra állítom. Már a hatodik feladattal is készen vagyunk. A hetedik, hogy az első dián a cím álljon csupa nagybetűből. Tehát ez azt jelenti, hogy most egy időre legalábbis a mintadiákat hagyhatom, tehát a menüsoron megkeresem a diaminta menüt, és a diaminta menün belül bezárom a mintanézetet. Most az első dián vagyok, az első dián a cím szövegdobozát kijelöltem, és beállítom, hogy csupa nagybetűből álljon. Nem kell ehhez újragépelni, hanem egyszerűen a kezdőlap menüszalag betűtípus részen a kisbetű nagybetű menüt választom, és itt beállítom azt, hogy nagybetűs legyen. A nyolcadik feladat szerint a felsorolás végére ide be kell szúrnom egy új sort, tehát a hírek a nagyvilágból után állítom a kurzort, nyomok egy Entert, és beírom a kívánt szöveget, miszerint nézettségünk az elmúlt héten. Már készen is vagyunk a nyolcadik feladattal. Kilences feladat, az első dián a felsorolást számozásra kell változtatni, tehát kijelölöm a szövegdobozt, láthatóan itt egy felsorolás van,
Egyszerűen a mellette levő menüpontra kattintok, és már is számozás lesz. A tizedik feladat szerint a második dián a 20 óra időpontot 20 óra 20-ra kell átállítani, tehát a második diára kattintok, 20 óra helyett 20 óra 20-at fogok beállítani. 11. feladat, a harmadik dián levő kép szélességét 7 cm-esre a méretarányok megtartásával kell átállítani. Tehát harmadik dia, van rajta egy kép, a képnek a méreteit úgy tudom megadni, hogy jobb egérgombbal rákattintok a képre, méret és pozíció, és egyszerűen a szélességet beállítom 7 cm-re. Tehát itt ezt kijelölöm, és beállítom, hogy 7. Mivel a méretarányok megtartásával kellett mindezt tennem, ezért itt ki volt pipálva az, hogy rögzített a méretarány. Ha ez így volt, akkor biztos, hogy a képarányok nem is fognak megváltozni. A 12. feladatban ezt a képet a szöveg mögé kell helyeznem, tehát a képen jobb egérgombbal kattintok, hátraküldés, megint csak hátraküldés, és hátul is van. A 13. feladat szerint a nevemet a negyedik dián levő szövegdobozba kell beírni. Ez itt a negyedik dia. A szövegdobozba beírom a nevem. A 14. feladatban a hatodik dián levő diagramba a szombat és vasárnap oszlopait piros színűre kell állítani. Tehát megyek a hatodik diára, és itt láthatók a diagramban különböző oszlopok. A különböző oszlopokat ugyanúgy ki tudom jelölni, mint bármilyen más objektumot a PowerPoint-ban, tehát most a szombatot választom, jobb egérgomb, és a kitöltésnél pirosat választok. A vasárnapra rákattintok, jobb egérgomb, kitöltés, piros. Már ezzel a feladattal is készen vagyok. A 15. feladatban a diagram háttérszínét narancssárgára kell állítani, tehát itt a diagramnál rákattintok a hátterére, jobb egérgomb, kitöltés, és a további kitöltő színek közül kiválasztom a narancssárgát. Rendben. A 16. feladatnál mindegyik diára vetítéskor 10 másodpercenkénti automatikus továbbítást és törlést kell beállítani jobbról. Tehát az áttűnések menü, az áttűnések közül kiválasztom a törlést. Az effektus beállításainál beállítom azt, hogy jobbról töröljön, és a továbbításhoz pedig beállítom, hogy 10 másodpercenként történjen meg mindez. A 17. feladatkor az első dián a felsorolások soronként ússzanak be lentről, és az animáció után a színük váltson szürkére. Tehát az első diára megyünk. És ezek a sorok ússzanak be lentről egyenként, és az animáció után kell valaminek történnie. Tehát először is kijelölöm a szövegdobozt, animáció, beúszás lentről, az effektus beállításainál azt is beállítom, hogy bekezdésenként, tehát hogy soronként jelenjen meg. És akkor a lényeg, hogy az animáció végén alakuljanak át szürkére ezek a sorok. Ehhez hozzá kell adnunk egy újabb animációt, és itt van egy ilyen animáció, hogy betűszín. És akkor kiválasztom ezt, tehát ez lesz a második animáció, ami ehhez hozzá fog kapcsolódni. Az effektus beállításainál pedig beállítom a szürkét. És már csak egy dolog van hátra, az utolsó feladat, a 18. dián, tehát ezen a dián, a diagram oszlopai egymás után jelenjenek meg. Semmi más nem kell csinálni, mint kiválasztom a diagramot, beállítom, hogy elhalványulás, és az effektus beállításainál nem azt választom, hogy egy objektumként, hanem hogy kategória szerint
jelenjenek meg. Most le is tudjuk ellenőrizni, Shift F5-tel elindítom ezt a diát, és szépen egymás után megjelennek a kategória oszlopok. És már készen is vagyunk.